Bátran állíthatjuk, hogy felhőtlen a színészek, rendezők és színházkedvelők öröme, hiszen május közepétől újraindul az élet a Komáromi Jókai Színházban. Elöljáróban mutatunk néhány képet a próbából. Szóval, özvegy, felnőtt gyerekek, katolikus, ugye azt mondtad? Hagyj békén! Milyen kocsi a hagyj már békén! Új, régi! Kék és az ülés húzat is kék! Van egy kosztümöm! Szilva kék! A templomban, temetőben, húsrék! Hogyan telt ez az elmúlt időszak, mire tudtad kihasználni a pandémiát? Nyilván, mint mindenki más, elég zaklatott időszakon vagyunk túl. Nehéz volt leállni, tehát az emberben van egy hajtás, ott vannak az energiák, úgyhogy azt nehéz volt csak úgy elengedni. Ezért hát mindenfélét, amit az ember otthon talált, én például falat festettem, mindenfélét, ami ugye eszembe jutott, és még nem csináltam, hát akkor most az ideig kipróbálom. Meg elvonta a figyelmemet is egyrészt ezek a dolgok, és aztán vártuk, hogy mikor lesz más a helyzet. Mi adta meg a motivációt ebben az időszakban? Mivel egyáltalán nem volt biztos semmi, ugye nem tudtuk, még most se tudjuk, hogy mikor van ennek vége, ezért az ember nyilván van egy őrült életösztöne, és akkor hajtja a maga a kis életét napról napra. Mit gondolsz, az emberek mennyire vannak kiéhezve a kultúrára, magára, a színházra? Remélem így nagyon. Szerintem ez az időszak annyira megtépázta a lelkeket, meg úgy egyáltalán mindenhogyan az embert, hogy én nagyon remélem, hogy szeretnének egy kicsit a helyzetet elfeledve egy kicsit beülni és élvezni a kultúrát. Mit láthatnak majd a nézők minden májusi hétvégén? Szilveszter Laurik Csöndes ház című darabját fogjuk játszani. Hát ennek különös útja van ennek az előadásnak, ugye ezt először elkezdtük ősszel, mint felolvasó színházat csináltuk meg, ami fel lett játszva, de még olyan szerencsénk volt, hogy az Art Mix Fesztivál keretén belül nézők előtt is felolvashattuk. Aztán jött az ötlet, hogy esetleg mutassuk be, mert hogy két szereplős, és volt egy ilyen rövid időszak, amikor összesen 50 ember ülhetett be színészekkel együtt a terembe, úgyhogy ez ilyen praktikus is lehetne. Mivel már beülhet több néző, hála jó Istennek, akkor most már így a nagy színpadot vettük birtokba. Milyen érzés ennyi idő után színpadra állni? Milyen érzések dolgoznak benned? Egyrészt nagyon-nagyon vártam, másrészt meg azért van bennem egy kis félsz is, mert azért az ember elszokik attól. Tehát ezt ugyanúgy edzeni kell a pszichénket, a mindenfélét, hogy az idegrendszert, hogy akkor ezt győzze az ember. Hát én remélem a legjobbakat. Az összes le van verve! Ezekből a tányérokból négy személy evett 27 éven keresztül. A négy személyből két eleven gyerek. Mi más gyereke nem eleven, csak a gyerekszakalátos anyag étkészletéből lefeljebb a porszak. És akkor mi legalább becsben tartjuk a dolgainkat. Tudod jól, hogy értettem. Kérlek, nézd meg, hogy hogyan emlék. Milyen érzés 8 hónap után a színpadra lépni? Igazából én ezt már egy kicsit átéltem, amikor 5 évig anyasági szabadságon voltam, két kislányommal 5 évig otthon voltam, és 5 év után tértem vissza. Talán a nehézsége az, hogy az idegrendszert kell egy kicsit visszaedzeni, amit ugye egyébként edzésben tartunk, hogyha havonta van 15-20 előadásunk, tehát számomra talán ez a nehézség és kihívás. Mit csinál egy művész lélek akkor, amikor minden bezár? Hú, hát sok mindent. Két kislány mellett azért van mit csinálni, hál' Istennek. De ugyanakkor a színházak bezártak, de a film forgott, úgyhogy több olyan lehetőségem volt így a Covid-nak köszönhetően, amit egyébként itt színház mellett nem tudtam volna elvállalni, hogyha minden nap próbálok és játszom. Legfantasztikusabbat hagy mondjam el, ami most velem történt, hogy 3 napot együtt tölthettem Szentendrén Ethan Hawke-kal és Oscar Isaac-kal. Akkor abszolút a pozitívumokra fókuszálsz, ugye? Igyekszem arra fókuszálni, hogy ez az időszak mit ad.
És hát nagyon sok dologért adhatok hálát, ami ez idő alatt ebben a pandémiás időszakban történt velem. Megfizethetetlen az az idő is, amit a családommal együtt tölthetünk. Tehát ilyen még soha nem fordult velünk elő, hogy mind a négyen ennyit együtt otthon legyünk, mert amíg én mondjuk anyaságén voltam a gyerekeimmel, addig a férjem dolgozott. De most mindenki otthon volt, mert ugye a gyerekek se jártak iskolába, úgyhogy ez is egy hatalmas ajándék, hogy ennyit együtt tölthetünk, mert ki tudja, hogy lesz-e még ilyen időnk valamikor. Térjünk rá magára a darabra. Mit láthatnak majd a nézők, és milyen szerepben láthatnak majd téged? Szilveszter Laurik Csöndes Ház című előadását nézhetik meg most májusban minden hétvégén. Garajszki Margit rendezte, és mi a testvéremmel, Holocsi Krisztinával sógornőket alakítunk. Mindenkit arra invitálok, ha teheti, bár egy kicsit megnehezített körülmények között, mert rendelkeznie kell egy 24 órás antigénteszttel és egy FFP2-es maszkkal, tehát hogyha ennek ellenére be tudja vállalni az előadást, és már nagyon vágyik egy közösségi kultúrélményre, akkor várjuk szeretettel május minden hétvégéjén. Neked lehet, hogy csak volt a férjed, neked lehet, hogy csak volt, de nekem örökké a testvérem marad. Örökké. Ez a különbség kettő között, aranyom, érted?